A Metro Vevőakadémián vagyunk, ami a Metro Magyarországnak a képzési központja. Meghívtunk négy ismert személyiséget, Réz Andrást, Kamarás Ivánt, Ábel Anitát és Kozák Danutát, és velük fogunk főzni, mégpedig úgy, hogy elhívtunk négy ismertebb séfet is, és egy meglepetés tálat fognak mindannyian kapni, finom ilyen-olyan alapanyagokkal, húsokkal, halakkal, borokkal, amiket itt lent az áruházban szereztünk be nekik, és a meglepetés tából nekik valamit főzniük kell majd. A végeredmény pedig tényleg az lesz, hogy megkóstoljuk az ételeket, ezeket a résztvevők egymás közt pontozzák, és így fogunk majd egy győztest hirdetni. Alapvetően az volt, hogy én saját ízlésre csináljunk dolgot, úgyhogy valami olyasmit, amit én szeretek. Én meg megfőzöm. A lényeg az, hogy a lazac az majdnem, hogy sashimi módjára lesz elkészítve, tehát nyers lesz, főleg a lényegét tekintve. Talán egy picit meg lesz pörkölve valahol, és kaporba meg lesz forgatva, ahogy mondtad. És aztán pedig a többi rész lesz sütve valószínűleg, vagy hát... És ez a kagyló az egész érdekesen ez elkészítve. Gyakorlatilag a kagyló lesz hőkezelve, a lazac gyakorlatilag majdnem, hogy nyersen fog tányérra kerülni. És mellé pedig mindenféleképpen zöldségek és grill zöldségek és saláta. Nem vagyok egy nagy halas, megmondom őszintén, meg így a családból sem annyira. A bátyám ő nagyon jó halakat csinál, de hát azért nyilván a lazacnak nem úgy állnék neki, hogy kirántom. Én tavasztól őszig edzőtáborok vagyok, úgyhogy ott kész konyha van, tehát itt nem főzünk. Télen szoktam így főzőcskézni otthon, de akkor is csak inkább hétvégente. Tudod, az én konyhám az inkább ilyen nagymama konyhája, tehát én nem olyan nagyon trendi dolgokat csinálok, hanem klasszikusokat, és azokat mindig megvadítom valamivel. A vadítás az egyébként fontos, mert nagyon szeretek vadat főzni például. Nagyon szeretem a Fellini filmeknek a kajálásait, mert azok úgy megadják a módját. Aztán vannak ilyen lírai darabok, az egyik nagyon szép filmnek az volt a címe, hogy Babett lakomája. Nem vagyok egy nagy édességes, azért a csokoládét nem kellene kihagyni, mert annak megvan a maga csöndes bukéja. Mellé meg kísérőnek néznek a parfümöt, hogy azért az illatokkal is barátkozz. Fárfál és hal a halra lett. A következő, hát hogyha mondhatom így, ez az én személyes tragédiám, de én őket akartam első helyre. A Pilátus álma. Ti lettetek a harmadikok. Menjünk is tovább, és megosztott első hely született. Ilyeti módon már lehet tudni, és lehet is gratulálni az első helyezetteknek, az is Réz Andriséknak, és Ábel Anitáéknak.